Tehermentesítő utat kap Moson-Magyaróvár, kihirdették a közbeszerzés végeredményét. Ismét megnyíltak a pályázati alapok, közművelődési, sport, egészségvédelmi és köznevelési alapra pályázhatnak a civil szervezetek. Ismét ovisulit tartottak a Fekete Iskolában, az intézménnyel ismerkedhettek meg a leendő elsősök és szüleik. Köszöntöm Önöket, a Moson-Magyaróvári Városi Televízió híradóját látják. Régi terve a városnak, hogy elkészüljön egy olyan tehermentesítő út, ami a belső úthálózatról elterelné a tehergépjármű forgalmat. Az elkerülő út több eleme is állami beruházásként valósul meg, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT pedig már kihirdette az útra kiírt közbeszerzés végeredményét. Több részből álló tehermentesítő utat kap Moson-Magyaróvár, a déli elkerülőnek is nevezhető útszakasz a 86-os és az 1-es főutat köti majd össze. A beruházás elemei között szerepel egy vasúti felüljáró, egy feltáró út az ipari parkon keresztül, valamint egy autópálya lehajtó a Moson-Szolnoki oldalon, ahol az utat megerősítve szeretnék azt egy bekötő út segítségével összekapcsolni a Movin parkkal. A projekt ezen elemei mind állami beruházásból valósulnak meg. A beruházó Nemzeti Infrastruktúra a Fejlesztő ZRT kihirdette az útra kiírt közbeszerzés végeredményét. A tehermentesítő út tervezését a Roden Mérnöki Iroda Kft. Végzi majd el egy 64 millió forintos szerződés keretében. Ami most lezárult, az ennek az állami beruházásnak a tervezőjének a kiválasztása. Ugye mi rendelkeztünk korábban ágazati tervekkel, tehát megvolt a felüljáró terve, úttervek részelemei ennek a dolognak. Most közbeszerzést folytattak le arra, hogy egy mérnök iroda ezt az egészet fogja össze, tervezze meg, és állami beruházásként prezentálja. A teljes beruházás érinti majd a város belterületi útjait is, ilyenek például a Tímföldgyári út, a Fertősor vagy éppen az Alkotmány utca, amelyeknél a projekthez szükséges útkapcsolatokat Moson-Magyaróvár város önkormányzatának kell majd tovább építeni. A projekt várhatóan a mintegy 40 méter hosszú vasúti felüljáró kialakításával kezdődik majd a Budapest-Hegyeshalom vasútvonal felett. A mosoni oldalon teljes mértékben megszűnhet a magas gépjármű forgalom, hiszen a 86-os felől a Gabona rakpart felé lehetőség lesz kikerülni a városrészt. Valamint a Fertősornál szintén nem fognak lakott területeket érinteni a nehéz gépjárművek. Moson-Szolnoki autópálya lehajtó felől közelítjük meg a várost a másik irányból, és a főkapunál fordítjuk meg a tehergépjármű forgalmat Tímföldgyári úton be, Alkotmány utcán vissza. Ezért gyakorlatilag minimálisan érintünk lakott területeket, tehát ezzel azt gondolom életminőséget, levegőszennyezettséget és minden egyéb más dolgot is javítani lehet. A tervek szerint mintegy 2,8 km hosszú útszakasz jön létre a város déli elkerülőjeként. Az 1-es és a 86-os utak közötti tehermentesítő az M1-es autópályát is átszeli, ezen a ponton egy külön szintű csomópont is létesül majd. Az M1-es új csomópontja a mosoni pihenőhely átépítésével jön létre. A 2019-es év még a tervezés éve lehet, a projekt kivitelezése várhatóan 2020-ban kezdődhet meg. Összesen 4 közművelődési, sport, egészségvédelmi és köznevelési alapot nyitott meg az önkormányzat 2019-ben. A civil egyesületeknek kiírt pályázati alapok a tavalyi évhez hasonlóan összesen 21 millió forintot tesznek ki. Moson-Magyaróváron kiemelt aktivitással működnek a civil szervezetek, több programot, városi rendezvényt is szerveznek, amik során nem csak az egyesület tagjait, hanem a város valamennyi lakosát igyekeznek megmozgatni. A civil szervezetek működését az önkormányzat is igyekszik maximálisan támogatni, ezért a költségvetés elfogadása után minél hamarabb kiírják a pályázati alapokat, amiken keresztül az egyesületek támogatást igényelhetnek működésükhöz. Gyakorlatilag 4 alap nyílt meg. A közművelődési, köznevelési, sportalap és egészségvédelmi alap az előző évekhez hasonlóan és ugyanakkor a költségvetési kerettel. Úgyhogy én gondolom, hogy azok a már évek óta bevált programok idén is megvalósulhatnak, amiket a város is támogatásra ítélt.
hát várjuk a pályázatokat, és azt mi nagyon gyorsan fel fogjuk dolgozni, és hát remélhetőleg nagyon gyorsan pénzhez tudnak jutni a civil szervezetek. A közművelődési alap keretösszege 6 millió forint, a sport alapé 4 millió, az egészségvédelmi alap keretösszege 3 millió, míg a köznevelési alapé összesen 8 millió forint. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzat idén is összesen 21 millió forintot különített el a civil szervezetek támogatására. A pályázatra többi között olyan civil szervezetek, sportegyesületek, oktatási intézmények vagy azok alapítványai jelentkezhetnek, amik nem szerepelnek külön önkormányzati soron és nem részesülnek külön támogatásban. A pályázatok elbírálásánál nagy segítséget nyújt a tavaly bevezetett köznevelési alap, aminek köszönhetően nagyobb eséllyel indulnak az oktatási intézmények a pályázaton. Így külön vettük a iskolák, iskolai alapítványok, különböző oktatási intézmények pályázatait, tehát nem kell harcolni vagy küzdeni a többi civil szervezetes az iskoláknak, és viszont magyarul 8 millió forint plusz forrást behoztunk a rendszerbe, és ezekből csak a köznevelési intézményeket támogatjuk. A pályázati eljárás rendjét meghatározó, a pályázati alapokról szóló önkormányzati rendeletet az önkormányzat képviselőtestülete 2019. január 1-i hatállyal módosította. Ezért a pályázat összeállítása során kérik a megváltozott feltételek rendelet szerinti alkalmazását és a pályázat benyújtását könnyítő összefoglaló tájékoztatóban foglaltak figyelembevételét. Az önkormányzati rendelet, a pályázati adatlap, a pályázat benyújtását segítő összefoglaló tájékoztató, valamint szükség szerint az 1% mértékű pályázati díj befizetését szolgáló számlaszám, illetve készpénz átutalási megbízás beszerezhető a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal földszinti ügyfélirányító pultjánál, vagy az önkormányzati osztály humán kapcsolatok csoportjánál, illetve a város honlapján a letöltéseknél megnyitható. A pályázatoknak március 18-án 12 óráig kell beérkezniük a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal önkormányzati osztályának címezve. A pályázatokkal kapcsolatos további tájékoztatást Kisfaludi Zsuzsanna és Unger Anna Mária nyújt. A 889, 856-os és az 577, 817-es telefonszámokon. Hagyományos ovisuli programját tartotta meg a Fekete Iskola hétfőn és kedden, aminek keretében az intézménnyel és a tanárokkal is közelebbről megismerkedhettek a jelenlegi elsősök és szüleik. Az eseményen fontos információk is elhangoztak az iskola választással kapcsolatban. Köszöntöm a kedves szülőket, a leendő első osztályos kisgyerekeket a Fekete István Általános Iskolában. A Fekete Iskola Mofém-telepi egységében várták az érdeklődőket hétfő délután, ahol elsőként az intézmény első osztályosai mutatták meg tudásukat. Mai napon egy suliváró foglalkozást tartunk iskolánkban. Először nálunk hagyomány, hogy mindig az elsősök köszöntik a jövendőbeli elsősöket egy aranyos kis műsorral, amelyben megmutatják, hogy eddig, itt a fél év alatt micsoda tudás birtokába jutottak. Ezután mennek a jövendőbeli tanítónénikhez, az első tanítónénikhez a gyerekek. Itt aztán mesés, játékos foglalkozáson vehettek részt a jövőbeli első osztályosok, ahol bütykölhettek, barkácsolhattak, majd az angol és a német nyelv rejtelmeibe is bepillantást nyerhettek. A Fekete Iskola 2019. szeptemberétől mindkét telephelyen, a Mofém telepi intézményében 2, míg az ipartelepi intézmény részben 1 osztállyal várja majd az elsősöket. Az iskola családias légkört biztosít, mindkét részében nagy zöld udvarral, tanórán kívüli tevékenységek, valamint nagy hangsúlyt fektetnek az idegen nyelv oktatásra is. Választhatnak a szülők az idegen nyelvek közül angolt, német vagy esetleg oroszt, természetesen a sportolási lehetőségek között kínáljuk a teniszt, a sakkot, az asztali teniszt, a kosárlabdát, már piciknek is, már első osztálytól,
illetve szakköröket. Akik mondjuk németet választanak, azok szakköri keretben angolozhatnak, vagy esetleg informatikáznak. Az általános iskolás beiratkozásokra áprilisban kerül majd sor, április 11-én és 12-én a kormányhivatal határozata alapján. A Fekete iskolában legközelebb március 28-án reggel 8 és délelőtt 10 óra között nyílt nappal készülnek, ahova szintén sok szeretettel várják a szülőket és a gyerekeket egyaránt. A mosonmagyaróvári rendőrök Rajkán egy benzinkút parkolójában ellenőriztek két férfit február 28-án a reggeli órákban. A járőrök felszólítására a két külföldi nem tudta magát hitelt érdemlően igazolni, ezért személyazonosságuk megállapítása miatt előállították őket a mosonmagyaróvári rendőrkapitányságra, tájékoztatott a polisz.hu. Az előállítás során átvizsgálták ruházatukat, és eközben egyikük cipőjébe rejtve egy kristályos állagú, kábítószergyanús anyagot tartalmazó fecskendőre bukkantak. A 28 éves pozsonyi férfit a nyomozók kábítószer birtoklása vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki. K. Dominik kihallgatása során elismerte, hogy korábban kábítószert fogyasztott. Ismét szép sikereket értek el a Mosonyi Mihály Zeneiskola növendékei az elmúlt napokban. Szombathelyen rendezték meg ugyanis a 17. Sistrum Fuvola versenyt február 26-án, ahol Hérics Viktória ezüst minősítést ért el. Felkészítő tanára Jeleni Krisztián volt, zongorán dr. Nemes Nagyné Dudás Veronika kísérte. Sümeg adott otthont március 2-án a 7. Veszprém megyei és regionális zeneiskolások szolfés versenyének, ahol Varga Kristóf Levente aranyfokozatot szerzett, felkészítő tanára Molnár Ágnes volt. Röviden a csütörtöki időjárásról. Az előrejelzések szerint többfelé megnövekszik a felhőzet, azonban csapadékra sehol sem kell számítani. Marad az erős szél, ami helyenként viharossá fokozódik. Mosonmagyaróváron és környékén 19 fokot mérhetünk napközben. Kedves nézőink, mai hírhátterünk vendége Pápai Gyula, a Mosonmagyaróvári rendőrkapitányság bűnmegelőzési főelőadója, akivel Horváth Meggyesi Kata beszélget. Ezután a Székely Konyha című főzőműsort nézhetik meg. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön 19 órakor várjuk Önöket. Tartsanak velünk a továbbiakban is, viszontlátásra!